Az ukránok Kurszki benyomulása fordulópont a háborúban, mondta az Euronews-nak az amerikai hadsereg korábbi európai parancsnoka. Ben Hodges nyugalmazott altábornagyot Frankfurtban értük utol. Ez az ellentámadás, amit Ukrajna indított Kurszk irányába, szerintem egy brilliáns húzás, ami megváltoztathatja a konfliktus lendületét. Módosíthatja az elkerülhetetlen orosz győzelemről szóló narratívát is. Túl korai lenne megmondani, hogy meddig akarnak elmenni, illetve ez mekkora hatással van az orosz támadásokra Kelet-Ukrajnában. Ez egy nagyobb hadművelet, egy több területre kiterjedő ukrán erőfeszítés része lehet. Stefan Grobe kérdezi az Euronews brüsszeli stúdiójából, hogy vajon miért maradt el eddig egy erős orosz válasz. Azt hiszem, ez több tényezőnek köszönhető. Először is az orosz oldalon rivalizálás és gyűlölet van a vezérkar és a titkosszolgálat, az FSB, valamint a határőrség között. Utóbbi szerv az FSB ellenőrzése alatt áll. Ezért nincs és soha nem is volt hatékony együttműködés közöttük. Ezt láthattuk a Prigozsin féle lázadás során is. Putyin számára is rossz, hogy ezzel kell foglalkoznia. Talán megpróbálja figyelmen kívül hagyni a Kurszki műveletet, átpasszolja az FSB-nek, hogy kezeljék úgy, mint egy terrorellenes műveletet. Szóval bizonyára megpróbálja elkerülni, hogy foglalkoznia kelljen ezzel a jelentős problémával. Kérdés, hogy gyengébb az orosz hadsereg, mint gondolnánk. Úgy fogalmaznék, hogy továbbra is túlbecsüljük az orosz képességeket. A probléma az, hogy nem érdekli őket, hány katona hal meg. Még mindig rengeteg emberük van, akiket készek akár a biztos halálba küldeni. Ráadásul hatalmas mennyiségű siklóbombájuk és rakétájuk van. Az amerikai és európai kormányok óvatos politikája miatt az ukránok nem képesek megsemmisíteni ezeknek a támadásoknak a bázisait, így Oroszországban még mindig sok a kapacitás.